Még nincs kész a díszlet. De azért elkezdhetjük, ugye? Kezdjed. Csöci, kicsi a lépcső, hallod? Csöci! Ha eddig nem fúrtál be minden lyukat, akkor most már ne fúrja, te hülye! Csöci! Hagyd már abba, hallod? Megöllek! Álljál már le! Tegnem, hogy most csak én élete, fejezzed már be! Ez mi? Ez neked a vörös szőnyeg? Te felfestetted? És hol az eredeti? Odaadtad anyádnak, mi? Ezt is. Ez? Ez neked a finom utalás az előadóra? Ez előtt pattogjak egy órát, he? Sztálin nem beszélt ekkora fej előtt apám. Ráérek én a te szarakodásodra, Zsöci? Ráérek én erre, mi? De te is késtél, Dani. Na. Veled meg mi van, kis csillag, he? Hol vagy egyáltalán? Az úr hangját játszod oda fentről, mi? Holnaptól majd anyát tologatja a potmétert, jó? Annak talán kisebb a pofája. Persze, hogy késtem. Mert én nagy pályán játszom, érted? Azért késtem, mert én nem érek rá időben odaérni, azért késtem, érted? Érted, te a faszom nyomát a szemedbe, azt érted? Főnök, csak óvatosan, már bent vannak a nézők. Szerinted nem látok 100 ember, Zsöt? Na, kezdjük már el, mert 4 óra múlva Pécsen kell lennem egy jótékonysági rendezvényen. Jótékonysági, te? Igen, jótékonysági, mert zsebbe fizetnek. Na, add a széket. Jó, erre üljön rá anyád. Na, jöhet a fény. Nyomjuk a kezdőzenét. Zené! Nem megy. Megint bekapta a szalagot a magnó. Óvodások MP4-el mászókáznak, ti pedig magnók. Na, kérhetnék egy kis tapsot, az megnyugtat. Jó. Ennyi pont elég. Na, a következő a helyzet, hogy engem megbíztak azzal, hogy csináljak egy színházi önálló estet, és én ezt elvállaltam. Ugye hát a munkát manapság elvállalni kell tudni, nem megcsinálni, ugye? Hogyha mondjuk kihívunk egy mesterembert a házunkhoz, kis idő múlva azt veszük észre, hogy ő ül a nappaliban, hasán a macskánkkal, mi pedig helyette dolgozunk, nem így van? De így van. Zsöci, megtennéd, hogy kitakarodsz, elkezdtem. Köszönöm. Na, szóval azok, akik csak azért jöttek el, hogy engem élőben lássanak, azoknak teljesen jó lesz ez az egész. A többiek lehet, hogy némi hiányt tapasztalnak majd itt-ott, tehát azt érezhetik, hogy szar. De ne izguljanak, azért van egy-két alappillér, amire építettem az előadást. Az egyik híres mondásom, az egyik alappillér, hogy nincs rossz előadó, csak szar közönség. Nem tudom, értik ezt, hogy eljutott-e ez odáig. Fontos, hogy önök lazák legyenek, nagyon kedvesek, röhögjenek, még akkor is, ha egyáltalán nem akarnak, tapsoljanak, ha kell, ha nem. A lényeg az, hogy higgyék azt, hogy ez nagyon jó műsor, és akkor mindenki rendben lesz. Gondoljanak most arra, hogy a szomszédjuk, aki lehet, hogy a haragosuk, azt látja, hogy önök itt vannak benne a tévében, és unatkoznak. És azon röhög otthon, hogy na, kifizette a jegyet a hülye. Az most ott van, tessék. A másik alappillért még nem mondtam, a szeretet. Az csodákra képes, ezt az előadást pedig csak a csoda mentheti meg. Úgyhogy szerintem szeressük ezt az előadást, jó, és ígyunk előre a medve bőrére, tapsoljuk meg előre ezt a előadást. Nagyon jó, belefúszt a tankba! Mennyire hülye vagy, belefúszt a tankba! Épp, hogy összehozta! Na. Minden a legnagyobb rendben lesz, egy kiváló előadás nélkülözhetetlen kelléke a remek díszlet, ami hát nem sokára készen lesz. Tehát ha szerencsénk van előadás végére, ha nincsen szerencsénk, akkor érdemes megnézni a következő előadást is, mert végre van miért látni ezt az egészet. Na látom, páran már azon gondolkodnak, hogy otthon kellett volna maradni a tévé előtt, ugye? Hát azért az csak nem. De.
Jó, akkor becsempészünk egy kis televíziót ide a színházba, jó? Rendben lesz ez így? Jó, akkor egy gyors körkapcs után kiderül, hogy a legizgalmasabb műsor ilyen tájban a National Geographicon megy. Ide csempészünk egy kis dzsungel hangulatot, jó? Kicsillag, megkérném, nyomjál ide valami dzsungel atmoszférát, jó? Tudtam, hogy paraszt vagy, de talán nem ekkora, ugye? De, ekkora, jó, hát akkor... Dzsungelt, valami dzsungelszerű lény csak van ott nálad a repertoárban, nem? Hoppá, nagyon szívem, bravo, ez igen. Jó, akkor marad ez, illetve legyen valami dzsungelszerű zöld fény, jó? Zöldet, nyomorú, zöldet, nem vörös, zöld, tudod mi az a zöld, amit a fa? Jó, megállunk itt, nem várom meg, amíg az ezreskálán kikeresed a zöldet. Marad a kék, éjszakai dzsungel, jó lesz? Na, fokozhatják az élményt egy egyszerű mozdulattal. Amikor azt mondom, hogy danger, danger, az az idegesség, a feszültség, ez egy angol szó, veszélyt jelez. Danger. Megvan? Amikor azt mondom, hogy danger, akkor önök az ideges operatőr kamera rángatózását imitálhatják egy egyszerű mozdulat sorral. Mutatom. Menni fog? Jó, dangerre. Ha azt mondom, hogy bokor, akkor meg a kezükkel bokrot formázva bokrot raknak maguk elé. Jó, ez is megy. Ha azt mondom, hogy danger bokor, akkor a kettő együtt megy, jó? Menni fog ez így? Jó, nagyon jó. Na most kapcsolt ki, mert annyit tudsz, hogy a dzsubakkát ripitre teszed, akkor megköszöntem. Majd én nyomatom a hangokat. Wide World! Oklahoma, Michigan, Amerikai Egyesült Államok, Texas, French Chicken, French Chicken. Üdvözlöm Önöket! Én Bobby Ewing vagyok innen az Amazonas partjáról. Nagyon-nagyon érdekes indián törzset fogok most Önöknek bemutatni. Egy ismeretlen indián törzset, amit még én se igazán ismerek. Ők viszont nagyon ismerik a krokodilt, és tudják, hogy az egy rendkívül veszélyes állat. Ezért nem imbálják vízből a pöcsüket a szájába, csak ha nagyon betétek. Hop, hop, hop! Danger, 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 danger! Indiános, danger, danger! Látják, egy indiános? Talán háborúra készül? Nem, 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 ez egy szertartás. Algával kötözi be a megszentelt fát. Nagyon érdekes. Oda nézzenek, hogy mi mászik ott a fejébe. Mi lehet az? Hopp, ez a satató. Egy gusztustalan kis féreg, de a nézettség kedvéért most megesszük. Nagyon finom. Megpróbálok vele kapcsolatba lépni. Hi! Hi! I am Bobby! Hi! Hallották? Zöngék nélkül kommunikál. Óriási felfedezés. Danger, danger, bokor, danger. Soha ne adjuk föl, soha. Nagyapámat mindig a ratatós sással ugrasztottam ki a bokorból, amikor bement brunyálni. Ez egy nagyon egyszerű mozdulat, csak el kell kapni a dogmányát ezzel a kicsi sással. Paj, op, oh. Hű, de idegesed az indiánus. Nem baj, úgyis rabszolga lesz belőle nyomorult. Ó, ó, te jó ég! Óriási felfedezés, hölgyeim és uraim! A hatalmas kismaja isten. A maják nagyon misztikus népek voltak. A csillagok állásából meg tudták különböztetni a nappalt az éjszakától. A fényben az apjukat az anyjuktól. És ezen hihetetlen tudás birtokában elkezdtek össze-vissza jósolgatni. Így jósolták meg a nemrég bekövetkezett világvégét is. Ki az, aki ezt túlélte esetleg? Teljesen normális, hogy ennyi halott van egy ilyen maja oltár előtt. A maják ugyanis előszeretettel szedték ki egymás szívét. A gazdagabb maják késsel dolgoztak, a csórók viszont foggal csinálták ugyanezt. Kis maja, megmutatom nekünk, hogy hogyan történt? Jaj, nagyon izgalmas, ugye? Már rég vártam, hogy egy ilyen kísérlet részese lehessek. Úristen! Mondjátok meg Zsötinek, hogy szerettem volna normális díszletbe játszani. És ebben a pillanatban jön a reklámblokk.
ami épp a csatornán menő, hát hasonlóan épületes műsorokat reklámozza, mint például az amerikai favágók, ahol nagyon amerikai, nagyon favágó, nagyon jóképű emberek birkóznak a természettel. Azaz, írtják azt. Frank, tudod mennyi idő alatt nőtt meg ez a mamut fenyő ekkorára? 1000 év. Tudod mennyi idő alatt vágom ki? 10 másodperc. Hoppá! Mi van, kis mókus, megsérültél? Johnny, kapcsold meg ki a kamerát, köszi! Frank, kapcsold vissza! Ezt nézzétek, srácok! Repülő mókus! De hogyha nem elég a növények írtása, akkor megnézhetik az állatok írtását is egy halász műsorban, ahol az öreg halász, milliómos unokája, óriás szetekre halászi, rettentő izgalmak közepette. De ezt már nem nézzük meg, csak 8 óra 45-kor az egészet leadják. Na és, sok ilyen műsor után az ember már kellőképpen benne ül a fotelba, beletespe, és kicsit nagyobb hangerővel becsapódik a tudatalattiba a reklámblokk. Ami lassan, de biztosan átalakítja az emberiséget bevásárló zombivá. Aki csak itt tolja a kis kosarát. Hajnali 6-kor van a Tesco-ban, a neonfényben. Mi az, amit még nem vettem meg? Mi az, ami hiányzik? Zenélő WC-kefe. Eljátsz a Jingle Bells. Igaz, hogy a szarod marad, de csak fel annyiba kerül, mint az LCD TV, amiből szintén beteszek 4-et, mert otthon nincsen csak 3. Szuper sok kártya? Pontgyűjtő matrica van? Hát persze, hogy van. Hát több matricám van, mint az óvodában, bazd meg. Mert tudom jól, hogy a kis matricák segítségével a 60 000 forintos pici gumilabda. 6 forinttal olcsó. Igaz, hogy a kacskalábaimmal nem tudok belerúgni egyet sebet. Rohadt béna vagyok, de nem baj. Megvettem, és most már az enyém. Igen, egyre több mindent vásárolok. Minden. Amíg át nem alakulok, raptor zombivá. Ó, vannak már nagyon kicsi agyavar. Egészen kicsike. De van 2 hatalmas karma, ami pont jó arra, hogy beleakassza a kis kosarába. A nagyon most lábaival meg tolja a kis kosarát, egyre többet vesz. Már kicsi a kosár, nem kell szar. Új kosár kell. Hol a zombi új kosara? Ó, igen, ez már jó. Ez nagyon jó kis kosár. Ezt jól meg lehet pakolni. Mindent lehet tolni, repülni, mindent megvettem. Most már minden az enyém, úgyhogy akár meg is baszhatom. Nagyon jó. Mindent megvettem. Mindent. Most már nem maradt semmi. Csak saját magam.
Azt viszont én nem vehetem meg. Nem. Azt megveszi valaki más. Beleteszi a kosarába. És hazaviszi magával. Légy szíves, ne játssz a kosarammal, jó? Megbeszéltük, hogy ez az enyém, nem nyúlsz hozzá. Ez a tiéd? Igen. És honnan van neked ilyen? Vettem. Mennyi egy ilyen? Egy százas. Na. Elnézést azért a kis intermezzóért. A televízió kicsit megzavart. Szóval kezdjük szerintem el, mert tényleg Pécs rohadt messze van. Nekem mennem kell. Kell a pénz, nagyon jó, tudja az úr. Igen, de most már maradjon csöndbe, jó? Köszi szépen. Szóval, a lényeg az, hogy lazítsuk. Bizonyára sokan tudják, hogy sötét oldalam, dr. Mogács, akivel állandóan küzdök, csinál filmeket, az interneten terjeszti. Én most egy ellenfilmet csinálnék. Azok kedvéért, akik ellátogattak ide hozzám, és ilyen kedvesek voltak, leforgattam egy filmet. Nem lett teljesen kész, mert idő és pénz nem volt rá. Viszont megvan a felirat. A többit meg így 3D-ben összehozzuk, jó? Jól van. Egy olyan körülbelül 3 másodperc, és a technikai előkészületek is meglesznek, és kezdjük. Fogad. Ugye? Jó szórakozást kívánok!
szépen. Ez egy nagyon mély, mély film volt. Köszönöm, hogy vigyázol rám, Zsöci. Szóval ez egy mély film, ami után meg kell pihenni egy kicsit. Tehát ez az a film, amit most megnéztek, és otthon este, meg holnap este még azon gondolkodnak, hogy mit jelentett, mi a tartalma, megértem, hogy így néznek most. Pihenjünk, jó? Ebben a rohanó világban a legfontosabb dolog az a pihenés, hogy ellazuljunk, nem így van? Jó. A leggyorsabb pihenési módszer az a meditáció, úgyhogy most meditálni fogunk, mert az bárhol lehet, jó? Megkérnék mindenkit, hogy csukja be a szemét. Na, most aki engem lát, az vagy valamit rosszul csinál, vagy szarik arra, amit mondok, ugye? Elárulok egy trükköt. Ha mondjuk az ön szeme nyitva van, és az arca felén fordul, akkor én azt látom. Ez ennyire egyszerű. Megkérnék mindenki csukja be a szemét, jó? Fölülről lefelé el fogjuk lazítani a testet, jó? Relax. Relax. Ez az. Lassan zsibbad a fejünk. Fölülről lefelé. Kellemes melegséget érzünk. A szemhéjunk lecsukódik, eléri az állunkat. Igen. Egyre lazábbak és lazábbak vagyunk. Hű, de lazán. Aztán már szinte olyan, mintha a beszédem is lassabb lenne. Egy ilyen teljesen természetes lassulás. Csak relax. Mi van vele, hülye gyerek? Újra fúrod, vagy mi bajod van? Ha ezeket sikerül elaltatnunk, végig alusszák az egészet, aztán mehetünk haza. Ezeknek a köcsögöknek a fele reggeltől estig dolgozik. A köcsög szót használtam volna? Nem, nem, értem, hogy félre van értve, de nem úgy köcsög, tényleg nem, nem, teljesen. Máshogy köcsög, máshogy gondoltam, hogy köcsög, hogy... Mindjárt elmondom, hogy gondoltam. A köcsög a görög szkíla szóból ered. Ez egy cseréptárgy, amit meg lehet tölteni tejjel, mézzel, szeretettel, tartalommal. Na hát, ilyen köcsögök maguk. Nem, nem jó. Hát jó. Akkor viszont jön az ajándékozás, mert megérdemlik, igaz? Nincs annál jobb szórakozás, mint hogy kapunk, mert megérdemeljük. Igen, 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 jaj, de jó. Na, akkor ajándékozunk gyorsan egyet. Valaki széke alatt el van rejtve egy kis ajándékcsomag, hölgyeim és uraim. Bizony, bizony. Valaki ma nagyon szerencsés, meg lehet nézni. Nyugodtan, valaki ma nyert, nézzék csak meg, egész az a pesszimisták is megnézik, hogy én sose nyertem, bizonyére. Nyugodtan nézzük meg, ez a fényt a köcsögökre. Na, megvan? Nincsen? Megnézte mindenki, tényleg? Zsöci, bekészítetted? Mit? Ó, hogy rohadjál meg! Én odaadtam a Lacinak, szóltam a Lacinak. Lacinak? Ki az a Laci? Hát a Laci. Kisebb, mint én? Ja, nem. Neked van egy szolgád? Grófú! Zicsi! Zicsi, nem is Zöcsi, ugye? Grófúr, megtenni, hogy bekészíti azt az ajándéktárgyat, nagyon megtisztelne engem és ők. Nem most! Már ennek annyi nem lesz meglepetés, majd a következőre, jó? Köszönöm szépen! Lehet, hogy ott van a probléma, hogy Gróf úrnak talán nem, olyan nagy lelke van, hogy nem szeretné azt, hogy csak egy ember kapjon ajándékot. Ő azt szeretné, hogy mindenki kapjon. Igen, te is, meg te is. Így, unblock. Na, de erre is felkészültünk. El van rejtve a színpadon egy nagy ajándékcsomag. Igen, nagyon jó. Beszpídeztél, ugye? Ezt hittem, így ül. Ugye? De jó, jó egyébként, jó, ez a nagyon jó, igen. Igen, csak azt nem tudom, érdemes megnézni egyébként. Lehet, hogy ezt még berakjuk a tévébe. Ez lesz a fő cím alatt. Nagyon jó a műsor. Mutatom az alaphelyzetet. Nem szed semmit, csak tele van varva. És így mosolyog.
Na mindegy, jó az első sorban az energia, ez fontos. Nos, tehát egy nagy ajándékcsomag, nagyon nagy, mert egy sztárvendéget rejtettünk el abba a csomagba. Bizony, egy igazi nagy sztárvendéget, hölgyeim és uraim. Mert egy igazán jó műsorban mindig van sztárvendég. Ugye kikre nézzük föl? A sztárokra. Tehát abban a csomagban bizony van egy sztár. De hogyan fogadunk egy sztárt? Tapssal, ugye? Meg tudjuk mutatni, hogy milyen tapssal? Nem. Sajnos nem erre a tapsra gondoltam. Minimum úgy tapsolunk, az az úr tapsolna egyébként. De várjunk. Várjunk még vele. Viszont fontos, hogy közben ugatunk, mint a kutyák, nyüzsgetünk, mint a fókák. Ugye? Próbáljuk meg még egyszer. Jó, elég is lesz. Nos, hölgyeim és uraim, fogadják nagy szeretettel a mai este sztárvendégét, kis emberek nagy példaképét, a legnagyobb, a leghatalmasabb, Arnold Schwarzenegger, hölgyeim és uraim, nagy tapsot kérnék neki! Szevasz, Arnold, szevasz! Hoppa! Nagy, de jó pofa, tegyél már le! Na, haverkodik. Nem baj, hogyha nem jön ki, ugye? Vagy... Jöjjön ki? Igen, jöjjön. Hát ja, már kifizették. Arni, akkor gyere ki, megbeszéltük. Papír nincs róla, de gyere ki, jó? Ne csináld ezt itt most, légy szíves. Arni, gyere már ki. Gyere ki, gyere, 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 gyere. Átvert. Az a baj, hogy amíg még Conan volt, egy feszes, becsületes Conan, most már csak egy löttyet politikus labanc. Régen a becsület, most meg hazudik. Nem baj, semmi baj, Arni, nem számít. Akkor beszélgetünk vele, jó? Legalább, ha már itt vannak. Hát, Arni, mondj valamit, hogy sikerült az utad, jól érezted-e magad? It was the best year of my life, I think, in that getting married. If I would have known how great it is, I would have probably gotten married earlier. Who knows? Aha. It didn't change okay. Much me. Stop, kösz, okay. Nem tudtam, hogy angolul beszél. Most majd önök fognak kérdezni, én hát úgy hallásból értem az angolt. Úgyhogy megpróbálom lefordítani, jó? Amit kérdeznek egészen nyugodtan, akkor lehet kérdezni. Spides kartás, valami kérdés? Én látomásból értem az angolt, nem hallomásból. Ez volt a kérdés? Na? Mikor átment Terminátorba, volt a szíve? Igen, dobog benne szív, vagy csak úgy ilyen kék energiával így megy? Bonyolult így angolul, ezt megkérdeznem, de... Tehát, hogy... Dobog-e benne szív, vagy csak kék energiával megy? Jó. Megpróbáljuk, jó? Oké. Oké. Megpróbáljuk. Arni. Your heart... blue heart... dobog... or not dobog... Arni. It just... The way you choose to do things, like for instance, now if someone says to me twice a year, go on location, we'll choose, see this, to do a film. Azt mondja, hogy ez csak egy film. Ezt mondta. Igen. Következő kérdés. Na, az ura, parancsoljon. Milyen politikusnak lenni? Oké. Milyen az nem a why, mi? Why, legyen a why. Arni, why your faszkalap?
you know, because you and I got married, so I'm at home with someone. And you know, Maria is such a great wife, so it's a pleasure to be with her. Azt mondja, hogy mikor otthon van egyedül, akkor jó, mert ott van Maria. Amúgy is jó, mert sok pénze van, viccám van. Ezt üzeni, ez egy üzenet, ez egy külföldi üzenet a magyaroknak. Viccám van. Vigyél, de csak egyet. Ez ezt jelenti, jó? Na, ennyi most elég szerintem Arniból. Én még megkérdezek valamit, hogy Arni, mindig szoktak ajándékot adni az ilyen show műsorokba, és amit én tiszta szívemből tudnék neked adni egy ajándékot, hogy még életemben nem vertem be ilyen nagy embernek kettő iszonyatosat. Megtehetném ezt? I will be happy to do so. Thank you. Thank you. Jó, hát telefonáljál csak nyugodtan, kis csillag, nem számít. Elcseszted az egészet. Végül is csak egy tévéfelvétel. Faszomat. Mit szólnának ahhoz, hogyha eltüntetnénk az első politikust az országból? Politika. Ez ugye veszélyes víz. Kire gondol? Ki fizeti? Ahhoz, hogy eltüntessünk egy politikust, ahhoz összefogásra van szükség, és most itt még véletlenül se a pártra gondoljanak, mert ugye ezt a szép magyar szavunkat elvitték, de hogy összetartsuk. Na most megkérnék mindenkit, hogy fogja meg a másik kezét. Egészen nyugodtan fogjuk meg egymás kezét. Tudom, hogy undorodnak egymástól, ez egy teljesen normális, én is undorodom maguktól, de hát ez egy ilyen, ez ilyen, ez az ország sajnos egyerőre. Az úr kezét nem nagyon merik megfogni. Egyetleg egy fogja a sajátját, az igaz. Össze is vagy kulcsolva rendesen. Jó. Nagyon jó. És most koncentrálnunk kell. Minimum olyan fejjel, mint amikor Schwarzenegger súlyt emel. Mutatom. Ez a minimum. Ezzel koncentrál mindenki, arra, hogy eltűnjön, jó? Már érzem az erőt, bizsereg egy kicsit a hátam, nagyon jó. Fölkészülünk. Valavi, valavo, valavit incanto, rips, rops, rups. Nagy tapsot kérnék, hölgyeim és uraim! Ez sikerült, nem igaz? Sikerült. Kisasszony, jöjjön legyek ebben, sőre tudatok. Tessék. Nézze meg, sikerült? Nem sikerült? Fújjon be! Fújjon be! Ott van, nincs ott, oda se nézek! Ott van? Nincs ott! Ugye nagy tapsot a hölgynek! Bravo! Sikerült! Így van! Eltűnt! Vége! Gondolom, sokan kíváncsiak arra, hogy hova tűnt Arni a dobozból. Hölgyeim és uraim, megkérem csinos segítőtársamat, hogy jöjjön ide. És mutassuk meg, hogy Arni onnan a dobozból átteleportálódott ide a lépcsőbe! Nagy tapsot kérnék, hölgyeim és uraim! Bravo! Yeah! Így van! És most már csak egy kis koncentrációs eltűnik a picsába! Ennyi volt! Vége van! Nagyon szép munka! Kicsit kedvet is kaptam ehhez az eltüntetéshez, és ezzel is húzom az időt, ami egyébként nincs sok. Szóval! Most én fogok eltüntetni valakit az önök segítsége nélkül. De ez már sokkal nehezebb, sokkal nagyobb kihívás. Az önök segítsége nélkül egy jóval egyszerűbb ember tudok csak eltüntetni. A legegyszerűbb ember itt a teremben, az egyértelműen a gróf úr. Megkérném gróf urat, hogy jöjjön elő, és tüntessük el. Koncentrálni ehhez is kell, de inkább figyelni. Nagyon figyelni. Gróf úr, álljon be ide. Nagyon jó. Úgy van. Figyelem. Valavi, valavo, valavi cinkántó, rips, rops, rops, hoppá, hölgyeim és uraim, olalalala, őrület, sikerült. Köszönöm. A helyzet az, hogy biztos vannak haragosaim, meg kételkedők, akik azt mondják, hogy ő bent áll a lépcső mögött, de hát azért ennyire nem vagyok gyökér, hölgyeim és uraim. Azért ennél jobb ember vagyok, profim. De azért megmutatjuk, ha már vannak kételkedők, hogy hogyan is működik ez. Sehol, semmi! Köszönöm.
Na, nincsen baj. Nem minden megy olajozotta. De most egy nagyobb trükkre vállalkozom, hogy kárpótoljam önöket ezért a kis bakiért. Most a telekinézis jön. Egy hatalmas tárgyat fogok mozgatni csak a tudatommal. Csak a tudat! Kérem, választanak egy nagy tárgyat innen a teremből. A lépcső! Ó, nagyon jó, hölgyek! Köszönöm! A lépcső, ezt el se hiszem, a lépcső. Minden jó kifogott rajta, avjá. Na jó, megpróbáljuk, jó? Hú, a betyárját. Na. Lépcső! Mozduljál le balra! Aztán menjél jobbra! Aztán menjél hátra! Ez meg... Csukd be az ajtót és gondolj anyádra, jó? Gondolom, vannak páran, akik meg akarnak verni. Ezek valószínűleg a férfiak, ugye? Hát te is, gondolom, igen. Csak te már annyit szívtál, hogy nem tudsz kijönni. De a lényeg az, hogy egy új trükköt mutatok be. Ettől majd meg fognak nyugodni. Ez a trükk pedig nem más, mint a varázs jó nő. Egyszer csak a semmiből előpattan egy gyönyörű nő, mire hármat tapsol. Fölkészültünk, uraim? Mindenki jobb, hogyha így ül. Figyelem! Egy, kettő, három! Egy, kettő, három, és bejön egy gyönyörű nő! Késik a kurva! Semmi baj nincsen. Akkor jön az ajándékozás! Yeah! Mert megérdemeljük, igaz? Nagyon jó. Mindjárt megmondom, hogy hogyan fogunk ajándékozni. Hopp! Itt egy varázskalap, ugye? Varázskalap. Fog meg? Ugye? Bizsereg, mi? Bizsereg. Azért, mert varázskalap, igaz? Neki eljetik varázskalap. Bizony. Ő látja. Szóval, most ezt a kalapot a fejemre fogom helyezni. Az átváltoztat valamivé. Vagy valakivé. És aki kitalálja, kap egy cukorkát. Gróf úr, megtenné, hogy ide adja azt a be nem készített csomagot? Ne zavarjon, hogy enni fogják. Nos, fölkészültünk? Figyelem. Valavi, valavó, rips, rops, rups, hop. Jó napot kívánok, egy csókók, itt kell egy csókók, jó napot. Na, a következő van, hogy én úgy általában, mint általában, három, mindig a három. Megmondom én, nekem van egy ilyen szokásom, hogy a három. Háromszor adok, háromszor veszek. Mindent háromszor. Nekem ez a Márián, tényleg. Tehát nem az, hogy egy, nem is a kettő, hanem melyik, a három, hát persze, hogy három. Megmondom én. Hát én, valahogy így jött az életben, nekem mindig háromszor jött. Háromszor vissza is adtam mindig. Mindig háromszor visszaadom. Mert van, tehát én, hogyha kapok valamit egyszer, visszaadom háromszor. Jó hülyeség, de megcsinálom. Érted, ez a Márián, nem? Aztán van egy ludam. Abból van egy. Meg van a döbrögi. De vagyok én is. Az már megint áru, ugye? Tehát ez megint úgy nehéz keverni. Na, ki vagyok? Facsis Lúr. Elfogadjuk. Jó? Nagy tapsot az úrnak. Hol van? Melyik volt? Megvan. Így van. Óvatosan egye, mert nagyon kemény. Jó? Oké. Következő, figyelem. Jobb volt la 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 la
Engem kivisznek jippel az erdőre, kiszednek a jippből, letesznek egy bokorba, jön egy pici állat, amit oda terelnek, széjjel lövöm a fejét, és kicsit merevedésem van. Na, ki vagyok? Na, ki vagyok? Vadász, nagyon ügyes! Így van, kisasszony, kicsit férfias hangja van, de ha ezt a kis cukorkát elropogtatja, akkor minden rendben jön, hopp, egy fejbe tör, semmi baj nincs. Kamerát ne oda tegyétek, köszi szépen! Nos, most pedig az utolsó trükk következik, hölgyeim és uraim. Egy nagyon veszélyes trükk, amit még soha nem próbáltunk ki. Kisasszony, legyen kedves, jöjjön ide. Ó, milyen szerencse, hogy pont egymagasak vagyunk, nem? Na majd, ha nem lesznek a kamerák, akkor megoldunk mindent. Na, ez a trükk, ez arról szól, hogy fölteszem az ön fejére a varázskalapot, és ön nem fogja érezni a fájdalmat. Jó? Ne idegeskedjen, elég, ha én vagyok ideges, jó? Megkérem, Gróf úr, hozza az eszközt. Álljunk idébe egy picit így, ne idegeskedjen, lassan húzzad. Bocsánat. Halló? Szia, Feri, szia. Hát, nem zavarsz. Ne, hát van egy tévéfelvétel, meg előadás. Nem érdekes, persze, mondja csak. Fel kéne lépni egy plázába? Mesztelenül. Hát te hülye vagy, hát te hogy itt. Ja, kétszer annyiért, megbeszéljük, figyelj, persze. Nem gond, nem. De most nem tudom aláírni, Feri. Jó, akkor most aláírom. Figyelj, ha itt vagy a nagymezőbe, én kimegyek itt a tárjába. Az aulába megbeszéljük. Persze, Feri, nem, hát tudod, hogy nem zavar, Feri, de sose zavar. Nem érdekel. Le kéne, hogy vetkőzzél. Nem én találtam ki, csak tönkre teszi a ruhát. Nem? Sose jön be. Legalább a kalapot kér. Kapcsoltok, mi? De mi van? Jó? Nem jó? Szar? Nem tudom. Szerintem szar, nem? De. Szerintem szar a mogás, nem? Jó lenne egyébként a mogás, ha nem ezt csinálná, érted? Az a helyzet, hogy engem ide betett, érted? Betettben nem tanult meg a köcsök has beszélni. Azt inkább nem rak be a műsorba. Ezen ne röhögjél. Ez katasztrófa, ez lelki sérelem. Mondom, hogy ne röhögjél, mert szétítom a szádat. Hát ez nem hiszem. Azt hiszed, hogy ide vagyok ragadva a paravához, mert egy báb vagyok, mi? Bábnak nézel, mi? Megint röhög, hát szétütöm. Azt hiszed, hogy nem jövök ki. Hát ki vagy te, mi? Gyíkarcú, hát éjjel rúglak, látva jelek, megöllek. Várjál már olyan, mint hogyha követne a mogács. Nem, mert van ez a bábos para. Tudod, hogy ha sok gyereknek játszom, aztán mindig mondják, hogy jaj, ott van a hátad mögött, hát a kurva anyádat az! Nekem nem mondja! Szétszed az ideg, érted? Lehet így élni, hogy mindig ott van a hátad mögött? Rohadjon el! Tényleg ki vagyok idegi? Színész vagyok, művész, érted? Ott van a hátad mögött. Figyelj! Tudod, mit játsztam? Én voltam a Süsiből a királyfi, azt nézd meg! A stressz! Figyelj ide! Szóljál már, hogyha jön valaki átúról, jó? Megáll a szívem, itt halok meg, kész! Jó? Na, azt...
Adott a Mogács valami kultúrát? Nem, mi? Verset mondott? Nem, mi? Ha. Pedig a vers a szép dolog. Én színész vagyok. Pontosan tudom, hogy milyen szép. Meg azt is tudom, hogy a verset azt nem megírni, megtanulni nehéz, érted? Ezért improvizálok állandóan. Ha már itt kéritek, elmondhatok egyet. Mondjatok egy főnevet, és abból mondok egy verset. Na? Főnévvel van a baj? Melyik főnév lehet? Végül csak pár főnév van a világban, úgyhogy megértem, hogy nagy a dilemma, hogy melyik legyen az ajtó, vagy a plakát, vagy a fal, vagy a dob. Hú, melyik? Jó. Igen, valaki megszól a tesi, mondjad. Attila! Attila! Te is a naptárt nézed éjjel-nappal, mi? Attila! Attila, Attila! Nem ő kakilt ma. Mert ha ő kakilt volna, a szomszéd egyből odaszólna, hogy Attila, maga kakilt ma? Mire mondaná rá Attila? Ó, szomszéd! Bassza meg! Kezdünk belemelegedni! Jön a kultúra, csőstül! Látom, hogy szereti! Még egy főnevet! Repülőgép! Repülőgép! Gyönyörű! Egy álmodozó figura! Sose ültél még rajta, gondolom! Repülőgép! Fent a felhők felett egyedül repkedett. Nézték a madarak, hogy wow, ha egyszer ez belém szállna, a tollam szerte szállna, átcsapódnék az üvegen, szakadna ketté a fejem. De a repülő csak menne tovább. Húzna az égen hatalmas tomporát, jönne belőle a füst, meg minden maszlag, a verebek meg oda szarnak. De a veréb okos állat, megfogja a picsámat, addig visz engem tova, míg a repülő le nem száll mondjuk oda. Szevasz, Rezsőként! Szevasz, apám! Mi van veled? Meg vagy szó? Szevasz, szevasz! Szevasz, szevasz! Jó vagy? Meg jó minden, hát nem van! Régul, jó meg! Na, gyere már ide! Szedd össze magad! Jó erőben vagy! Ja, gyúrok! Látszik! Na, és egyébként mi van veled? Csak a szokásos. Dolgozok, mint az állat, Mogács meg lesz szar. Miért? Azt akarod, hogy leszarjon? Nem, de hát most nézd meg, Rezsőkém. Hát melózok. Jó, lehet, hogy szar, de azért van látszatja, nem? Ez mi? Ez a vörös szőnyeg? Ja. Lefestetted? Mekkora húzás, apám, odaadtad anyádnak, mi? Bezeg a régi szép időkben, emlékszel? Mikor még mind együtt énekeltünk. Such a day, I've been staring long ago. Don't look at your day, I've never wanted a dog. I've been the rock of both sides. So when the friends and the flat bars are spread, when there's love inside, I swear I won't be.
mindig itt szakad meg. Ja, mindig. Nem is tudtam, hogy ilyen jó táncol. Hát ja, gyúrok, meg táncolok. Igen. Oh. De, Rezső, tudod, mi volt még jó? Mi? Mikor még báboztál. Ó, oh, az nagyon jó volt. Az jó volt, igaz? Vagy nem? Nem, szar volt. De legalább szerettem. Az igaz. Röti, rakjad már össze a paravát. Jaj, Rezső, ne, a mogács ki fog nyírni. Ugyan már, hogy nyírok, én ekkora kis törpe fogom a szakállat, ráhúzom a gyíkra, agyon verem, ahogy már. Álljál már, oda. Na jó van. Hagyd össze, ehhez az Rötikém. Jó van. Most pedig mindenki kultúráltan szórakozik, világos? Normálisan néz a tévé előtt, se megyen sehova. Végignézi. Tapcsol, szereti, ünnepli. Amit megérdemlek, most megkapom. Mú, ez az, go. Ez az. Jó. Na, kis csillag, nyomjál be valami, hát ez zöld fény. Szerintem ez kék, de mindegy. Nyom be a mesezenét. Piroska és a farkas. Piroska nátszál vékony kicsi lány volt. El is kezdett gyúrni. Mert tudta, hogy a gyúrás fontos dolog. Mert van valaki a kerekerdőben, aki már nagyon régóta gyúr. Ő volt a farkas, talapéje volt gyúrva, minden szőrén négy haskocska. Elképesztő kvalitás volt. Az összecsapás elkerülhetetlen volt. A kerekerdő közepén a kis tisztászon Piroska egy jobbcsapottal indított, hármat rá a fejed Gédára, aztán utána rámett a farkas négy előtte, Piroska visszatámadott, a farkas még egyet, Piroska vissza, 1-2-3, aztán a farkas szel a széjjel nyomta. Marha jó, majdnem olyan jó vagy, mint rég. Na most figyelj! Hamupi Bőke és Csipke Rózsika. Hamupi Bőke nátszál vékony kicsi lány volt. El is kezdett gyúrni. A hamuban nagyon kemény ág. Alig kapott levegőt. Telement a tüdeje hamuval. De nem baj, nyomta. Mert valaki még a kastélyban szintén nyúl. Igen, ő volt Csipke Rózsika, aki nagyon gazdag volt. Csipkék között csinálta ugyanezt, sokkal több pénzért. Az összecsapás elkerülhetetlen volt. A kastély nagy termében el is kezdődött. Hamupi Bőke egy hangos sokcsapottal indított, majd Csipke Rózsika kicsipkézte a Hamupi Bőkének a száját. Visszamentek, kettő leszakadt az egyik szája, aztán a másiknak szakadt el a szája. A végén dupla K.O. Figyelj, ez a legújabb! Hófehérke és a hét törpe. Hófehérke! Látszál vékony kicsi lány úr! El is kezdett gyúrni! De nem tudta, hogy a nagy rengetegben megfigyelőlt a hét törpe. Szendi! Szundi! Kuka! Morgó, aki csak ilyen kicsi volt, és Béla, aki ilyen nagy! Nem tudom, hogy ő kapta meg a végén hófehérkét! Mit csinálsz itt, Rezső, mi? Mi az, hogy mit csinálok? Én terjesztem a kultúrát, öreg! Megmondtam, hogy takarodj innen! Nem megmondtam, hogy takarodj! Megmondtad, hogy takarodjam, te kuszolgálnak! Ne harapjad meg a kezemet! Normális vagy, beengeded? Főnök, hát tudod, hogy szeretem. A pénzt is szereted? Azt nagyon. Akkor dolgozzál.
Látom, szeretik a meséket. Ha a meséket szeretik, azt megkaphatják. Én pályafutásom elején rengeteg gyermekagyát kivakusztam, ugyanis meseszínházakkal jártam az országot, meghódítottam minden gyerek szívét, de a tudatalattiába beleégtem, az biztos. Úgyhogy pontosan tudom, hogy hogyan kell jól mesélni. Tényleg nagyon rohan az idő. Be kell fejezzük, a végére akkor egy szép mesét kerekítenék ennek az amúgy is fantasztikus előadásnak. Én azért gondoltam arra, hogy legyen Adi Endre János vitéze, mert van benne valami erős, valami mély. Egy szép mese, szép történet, szép szereplőkkel, de a lirikus részeket most kicsit tekerjük, jó? Inkább az akciódúsabb periódusokat választottam, úgyhogy neki is kezdünk. Megkérnék kis csillag, nyom be a szép zöld rétet. Ez lesz a csatati. Nagyon jó. És most jöhet a zene. János Vitéz! Nagyon meleg volt, nagyon meleg, tele volt töskével minden, nagyon meleg! Sütött a nap! Zsüci a lovamat! Álljál le, álljál le! Ezzel mi lett, használtad? Ja, egy kicsit. Jó, újra tervezés. Az a jó a meseszínházban, hogy ott mindig van más lehetőség. Jó, átalakítjuk egy kicsit. Ludas mese. Ludas Matyi már volt. Nils? Megvan a Nils? Ugye? Jó. Hát akkor a lúd lesz a lúd. Nils az én leszek, mert jóképű vagyok. Te leszel a hörcsögöm. Mi? Mi leszek? A Höri. A kis kapafogú félkegyelmi, tudod? Nem. Vagy kifizeted a lovat. Magasabb vagyok, mint te. Gugolj le. Még a lúdnál se. Na, akkor legyél kedves, mondjál nekem valami torhangon. Én? Nem akarok személyeskedni, de akkora orrod van, hogy kibassza a szememet. Csak van ott még egy kis hang. Így. Na, jó, és legyél egy kicsit olyan szertelen. Aha, szertelen, hogy én kis édes vagyok. Oda megy a gyerekekkel, ide szítok, oda szítok, hogyha elég aranyosan csinálod, annyira megszeretnek, hogy hazamennek veled. Jó? Megpróbálom. Oké, akkor menjünk. És mi lesz a sztori? Mit tudom én, majd kiadja magát. Bejövünk, szarakodunk egy kicsit, jön a köcsög róka, aztán átverjük, jöhet a tanulság. Ja, majdnem elfelejtettem. Van ennek a mesének az az intro nótája. Ismerik, ugye? Nils Holgersson, ott repül Nárton Ludon. Nils Holgersson, ott repül Márton Ludon. Ezt kéne énekelni, és ez ennyi. És nem azért ennyi, hogy önöknek könnyebb legyen, hanem ez tényleg ennyi. Ezt sikerült a tészakon a papapucsba összehozni. Mi legyen a nőszes mesének a nótája? Mi legyen, bajon? Figyelj, énekeljük azt, hogy repül a csávó a ludon. Oké, kitöltötték a számlát és mentek is haza. Példaértékű munka. Szóval, ugye nem felejtik el, hogy én vagyok a mesterember, önök meg dolgoznak. Ugye? Most azt kéne, hogy ezt az intro nótát énekeljék, és ne csak a szpides barátunk, hanem... Ugyanlok! Mindenki, aki csak tudja, jó? Próbáljuk meg ezt. Nils Holgersson, gyönyörű szép! Ne adják abba, mert erre jövünk be, jó? Nagyon jó! Nils, gyere Zsöti, Gerson, nyomjuk már! Ne vérjek rá! Nils Holgersson, ott rend!
Jaj. Feri. Úgy elmacskásodott a klumpám. Te is elfáradtál, Höri? Ja. Jaj, meg is éheztem, nagyon éhes vagyok. Te is, Höri? Ja. Csak nem találom a szendvicskéimet. Nem tudod, hol vannak, Höri? Nem. Figyelj már, Zsöci, ez így egyáltalán nem aranyos, ahogy csinálod. Miért? Mert szar öreg azért, mert szar. Mert egy életunt alkoholista féllajhár azért. Értsd már meg, hogy Nils nem bírja elvinni egyedül a balhét, szüksége van a kis köcsök patkány barátján. Höri, Höri. Höri, igen, én is azt mondom, Höri. Na, nézzük egy próbamakogást. Mak, mak. Retek rossz! Figyelj! Ne ilyen legyen ez a makmak, érted? Az a makmak az... az legyen olyan, mintha meglátnál egy ilyen kis kukorica darabkát, érted? Igen. Ó, Istenem, kukorica. Vagy mak. Legyen a mak, és abban benne van a mak. Legyen a kis Höri, ugye az a szereti. Szereti, nagyon szereti ezt a kukoricát, mert benne van az egész... Tehát ilyen... Tehát hidd azt el, hogy az egész popazackó tele van makkal, érted? Így mondom, hogy mak, mak, mak. A szeretetből, gyomorból jöjjön az a mak, mak, érted? Így az egész kis pöttem kis szartested rászkodjon össze. Mászkáljál, pitánkoljál, rátad a kis szegedet, futkossál, ilyen legyen az a mak, mak. Szeretetből, gyomorból jöjjön a mak, mak. És ráadásul, neked nem kell feltétlenül azt mondanod, hogy mak, mak, érted? Mert ez a hörcsök beszéli az emberek nyelvét. Nem tudom, hogy mi vagyunk ilyen eszméletlen bunkok, vagy ő kurva intelligens, de beszéli a nyelvünket, érted? Ezért ne azt mondja nekem, hogy mak-mak, hanem a hörcsök aranyos pici gondolatait foglalt kerek egész mondatokba. Takarodják ki! Na. Akkor megkérném önöket nagyon szépen, hogy énekeljük ezt a nótát még egyszer, jó? Bejövünk újra. Kérjük, nézd, Holgersson! Ott repül mától, tudom. Aj, de elfáradtam, Höri. Te is? Akartál valamit mondani, nem, Höri? Menjünk a kísértett kastélyt! Mégis, miért mennék mi a kísértett kastélyba? Mondd már akkor nekünk, te hörcsögök gyöngye, hogy miért, ha már ezt így bedobtad? Miért nem hoztam magammal a mamuszomat? Az legalább melegíteni a faszomat, igaz? Na gyere velem! De meg ne szólalj, mert rád lépek. Gyere, gyere! Menjünk a sűrű, sötét erdőbe. Hű, itt aztán nagyon hideg van, ugye, Höri? Hű, nézd már ezt a pacit, de csúnyán helyben hagyták. Ó, édes Istenem! Csak nem a gonosz Zsöci grófhoz. Reméljük, holnapra megcsinál. Itt aztán tényleg mocskos hideg van. Recs, recs. Csak nem szmöre? Jaj, szmöre! Igen, az a helyzet, hogy volt még egy művész köztünk, az lemondta. Nem ért rá, másikat kellett elvállaljon. És itt több pénzért van ilyen, úgyhogy most valaki szmöre kell legyen. Az úrot megfelelő lesz szörének, igen, hiába néz hátra. Nagy tapsok, csak ez az oldal tapsol, úgy látszik azoknak minden, nem is mennek. Szóval szabad a kedves nevét? Halászi Ferenc. Szmöre, jó? Okay. A
következő lesz a feladat. Amikor nagyon tanult kollégám azt mondja, hogy... Nyájsz, mere! Amikor ő ezt mondja, akkor maga ebből a dobozból elő fog pattanni, és azt mondja, hogy ho-ho, megjött a vacsora! Szerintem nem tettük magasra a lécet. Menni fog, jó? Ide kéne a labanc helyére bejönni. Foglaljon helyet. És ezt most becsukom. Nincs Klaus, ugye? Nincs. Jó. Ne írjam föl, megjegyezte? Él még? Jó. Na, nyomjuk már tényleg, mert sose lesz vége. Recs, recs. Csak nem szvöre. Jaj, szvöre! Mondom, eljött a vacsora. Ó, nagy tapsot az úrnak, bravo! Mert ilyen. Álljon, ne menjen sehova. Az ilyen emberekre van szüksége. Várjon még, várjon még. Ezt a szerepet már megnyerte. Maradjon itt. Az a helyzet, hogy most jönne a finálé. Tényleg baromi messze kell menjek, nagyon rövid idő alatt be kell fejezzük. Sajnálom. Tudjuk, hogy nagyon jó, de vége van egyszer mindennek. A lényeg, hogy most jön a finálé. A finálé ugye az arról szól, sokan vannak. Felesége? Ja. Nem van, apa! Nem baj. Jó, majd csak befejezik, szóval. Lényeg nincs időm erre, nincs időm, hogy rögtségjük csak úgy privátban, ne arra úgy jön. Nem azért jöttünk ide, hogy szórakozzunk. Szóval. A lényeg az... Most még a szmöre is jövni fog, ha lecsinálják már! Tönkretezik a szerepüket. Na. Na, jó lesz így? Meg vagyunk. Elmegy a festék, óvatosan. Szóval, a helyzet a következő. Most jön a finálé. Finálé sok emberes. Az a lényege, ettől finálé. Sokan vannak, jól érzik magukat, ugye? Ismerjük ezt. Na. Ezért most kiválasztok egy-két szereplőt még a fináléhoz. Ön lesz Kákhalaki Atka. Nem azért, mert hasonlít rá, hanem mert egy az egyben úgy néz ki. Ide parancsoljon. Jó. Ön már egyszer szerepelt, jöjjön vissza. Ön lesz a Höri Csaja. Lehet vetkőzni. És... Dehogy nem, de leszel. És a srác lesz. Javány, csak meg tudsz állni egy helyben? Ő az, hogy mutassam be. Nem rángattam. Megállsz így? Oké, oké. Lássuk. Megcsináltam. Nagy tartsad az úr. A szerep az pont más lesz. A szerep az az lesz, hogy te leszel a vakond. Te leszel a vakond, jó? A, ne várjál, mondom, hogyan kell. A vakond nagyon mélyről építkezik, érted? Nagyon mélyről. Az a lényeg, hogy nem van mind lelkileg, mind testileg a föld alatt. Nem a legjobb. Mindig jön fölfele. Ez a szerepe, érted? Dolgozik, tefeti, jön fölfele. Akkor száll el a szerep, ha kinyitod a szemed. Mert az úgy nem jó. Ez érthető? Várjál, fel is találom magam. Jó, oké, nem kértünk ilyet. Csak ezt csinál. Ja, jó, tessék, akkor csinál. Jó, nyomj, oké. Nagyon jó, nagyon jó. Oké. Oké, jó, akkor álljál meg ott, nagyon jó. Nem adok neki pénzt egyébként. Most nagyon figyelj, akkor még ne guggolj le, majd először elmondom. Ott kell. Jó. Szóval ti, és még te is, a mi legszűkebb baráti társaságunk tagjai vagytok. Nagyon-nagyon szerettek minket, de valami elmondhatatlanul. Valahogy ti is bekeveredtetek a sötét erdőbe. Mi itt összetalálkozunk. Összetalálkozunk, nagyon megörülünk egymásnak. Ez egy kisebb jelenet. Majd utána színészileg már sokkal jobban megtámasztva, művészileg fölemelve elmondom azt a mondatot, hogy recs, recs, csak nem szmöre. Erre te. Jaj, szmöre! Erre szmöre, ki jön? Megjött a vacsora. Ohó, megjött a vacsora, így van. És erre, amint ezt meghalljuk, mint a mérgezett egerek, de nem azok, akiket már megmérgeztek, hanem amik épp hat a méreg, lássuk az urat, ugye? Hát, majd figyeljétek a vakondot, ugye? Pánikba, tehát őnek is semmit nem is kell csinálni, te maradj el. Pánikba esünk, és ebben a nagy pánikba össze-vissza megzavarodva futkározunk.
ez így a finálé, jó, nem? Nem kell válaszolni, köszönöm szépen. Szóval, nyugodtan beszélj bele minden egyes szóval. Egyáltalán nem zavarok. Szóval, ez lesz. Kész, ennyi időnk van. Meg van egy vakond, aki még húzza. Szóval, mindenki megjegyzett mindent, megkérem kedves Smörét, foglalja el a helyét pozícióban. Rácsukom az ajtót. Úgy. Van széke is, igen. Na már megy a telefonod. Nem nézem meg apát élőben, nem inkább a otthon majd megnézem. Hiába jöttem el ide, a szerepel élőben. Majd otthon megnézzük. Na, fölkészült mindenki? Nagyon jók vagytok. Akkor indul találkozás. Ó, szervusz Atka! Hogy vagy? De jól nézel ki. Szia. Tessék, menj oda tovább. Ó, itt van Höri csaja, de irigylem Hörit. Istenem, jaj, de jól nézek. Jaj, Höri, egye. Jaj. Na, ó, szevasz, vakon, szevasz. Most miért állsz föl a idáig, Google rá? Ennyi, jó van. Úgy Google is le, úgy. Nagyon jó. Jó van, jó vagytok? Miért van rajta a sapka, vakon? Zavar a fény, mi? Rajtam, vakon. A vakond idegen nyelveket is beszél, de csak ha benne van a szer. Na! Szóval, most kicsit maradj. Most jön a nagy mondat. Ezt most tényleg oda teszem. Recs! Ó. Ó. Ó, Úristen, csak nem Smöre. Jaj, Smöre! Ó, megjött a vacsora. Jaj, segítség, pánik van. Jó, ne nyomjál szét, te hülye. Jó, ez a pánik, kicsit jobb pánik is lehetett volna, mindegy, jön a megoldás. Mi legyen a mondani való? Á, Istenem. De Földe, tudod, ki mondta ki az igazságot? Szándokán. Jobb föl, ha már megvan kis csillag, hadd szóljon! Erről van szó! Nagyon jó, végre egy szám megvan neked, te nyomorult! Szóval, a következő a helyzet, ez itt a finálé, aminek a lényege az, hogy mozgolódunk rá. A finálé mindig olyan, mint a kurva jó lett volna az előadás. Ilyen a most szar, jó? Ha valaki most éppen ide kapcsol, a TV csatornákon esetleg azt lássa, hogy nem marad valamiről, rendben van, nagy tapsulás, és jöjjük, kimozogjuk, jöjjük, kimozogjuk, megadjuk, gyerekeink, mindjátok, Halló? Mi? Nem kell menjek Baranyába? És a jótékonysági rész is elmarad? A kurva anyádat! Nem neked, nem Zsöcinek, persze. Semmi baj. Ne, semmi baj, Ferikém. Te, nem gond. Köszi, szia. Hát... Zsöci, nem kell menjek Pécsre. Hát akkor maradt egy kis időnk. Akkor foglaljanak helyet, legyenek kedvesek. Nagy tapsot kérnék szépen neki. Nagyon szép munkát végeztek. Kiváló munka. Mindenki részéről, azt kell, hogy mondjam. Legszívesebben még fizetnék is, kár, hogy nem írtunk papírt. Na. Hát most, most van egy kevés idő, ugye? Akkor mi legyen, olvassak föl? Na, van valahol könyv, Zsöci? Ez mi?
Te József Attilát olvasol? Nem, csak billeg ez a szar. Na. De főnök, nekem indul a vonatom, úgyhogy mennem kell. Nem, most már megcsináljuk, rendesen feltöltjük tartalommal. Sajnálom, lejárt az időd. Nyugi. Az ember végül homokos, szomorú, vizes síkra ér. Szétnéz merengve és okos fejével biccent, nem remél. Én is így próbálok csalás nélkül szétnézni könnyedén. Ezüstös fejszesuhanás játszik a nyárfa levelén. Te is jössz, kis csillag? A semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szelíden, s nézik, 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 nézik. A francba meg kellett volna tanulnom. Vége van, befejeztük.